Jaj, de jó kés. Mink van? 2002, 2004, hát ez már nem is kell. Menjünk ki. Hát, ha van itt valaki még. Hú, jön a gőz. Te hideg van, kint csukva az ajtót. Na, együnk valamit? Együnk valamit. Mit együnk? Szendvicset. Tyűha! Hülye nem tudja, hogy kell lenyomni a másikat. Itt egy rendőr bácsi, akinek nagyon nehéz észrevenni a szemét. De szépen fel vagy öltözve. Na mindegy. Keresünk valami nyugodtabb helyet, ahol lehet nyugodtan gyilkolászni. Ez nem olyan hely. Dönszeljünk. Ez nagyon mulatságos volt, ugye ez a szikbé, tehát ide akkor jön az ember, ha például mozog a kurzorja, mint az enyém most például, úgyhogy mehetek is vissza. Majd mindjárt. Ász, itt nem veszlek észre, mi? Dehogy nem. Na, akkor ügépukka 1008 ér, többi az nem kell. Megyünk meggyógyulni, mert most már aztán tényleg kell. Doktor bácsi, fáj a kezem, fáj a lábam. Szóval, hellóztok, én a hatlábú farkas vagyok, és amit éppen láttok, az a Sheep nevű játéknak a bemutatója. Egy nagyon újszerű játékról van szó, mind felfogásában, mind világában. Értelemszerűen ugyanolyan lövöldözős játék engine-je van, mint például a Chase Source-nak, vagy a Dodd Source-nak, ez a Day of Defeat Source-ot akarja jelenteni. Tehát Source Gold engine-re építkezik az egész. Van előnye, van hátránya, értelemszerűen az Atiradon tulajdonosoknak hatalmas FPS a jutalmuk, a GeForce-osok megint beszopták. Ez a játék arról szól egyébként, hova elrepült a pénztárcád, mi? Hova elrepült? Na, tiszta hülye vagy, mindegy, ne dobáld a pénztárcát. Nem baj, majd összeszedjük. Hello, haver! Tudod, hogy merre kell fölfelé menni? Hol van a lépcső? Nem tudod? Hát itt van melletted, de gyökér vagy, mindegy, menjünk tovább. A játéknak az a lényege, most ez egy egyszerűsített játékmenet, amit éppen láttok. A játéknak az a lényege, hogy egy hajón utazva, éppen eltűnt, mindegy. Egy hajón utazva, mert ugye teljesen világos mindenki számára, hogy eta hajóda, gyönyörű liftünk följön, valamint egy majomketrec, nem baj, nincsen semmi baj, fölmegyünk az ára. Itt látjuk a térképet, értelemszerűen a felső fedélzet az A fedélzet, tehát már maga a híd. Megérkeztünk a legfelső emeletre, szintre. Közben itt lődöz nekem veszettül, ugyanis a játék lényege az, hogy a többieket, GK, ugye, csapattársakat, mennyi kaja, vész esetén használni. Hű, öcsém. Szóval, az a lényege, hogy itt vagyunk a sarkörön, és minden egyes hajós társat, tehát shipmates, ugye, aki velünk utazik, el kell tenni láb alól. Ez a deathmatch mód. Itt nem kell válogatni, hogy kit kell megölni és kit nem. Értelemszerűen igyekeztem a legkisebb pályát választani, ez egy nagyon kicsi hajó. Igaz, hogy több szintes, de rövid. Tehát nagyon könnyen át lehet szaladni egyik végéből a másikba, mert nem hosszú, ugye? Igen, rövid, akkor az nem hosszú. Kicsit talán hideg van, de hát ez nem okozhat semmiféle gondot, vagy problémát. És csak akkor működik a fegyver, hogyha elővesszük. Értelemszerűen nem veszük elő, akkor nem látja meg az őr. Az elővevési időnek is nagyon fontos szerepe van, mert be van állítva, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy a szemlélő, tehát a tanú, szemtanú, azonosítsa, hogy az egy fegyver, és téged följelentsen. És abban a pillanatban, hogy téged azonosítottak, már is a sitten találod magad. Ez már is a hajó vége, és most jöttünk az elejéről, tehát valóban nem egy hosszú dologról van szó. A két csipogás az a bal oldalt a profil alatti karikákat jelenti. Ha megnyomjuk a N, mint Nándor betű, vagy Needs gombot, akkor előtűnik az, hogy mennyire kell pisilnünk, illetve kakilnunk, mennyire vagyunk szomjasak, éhesek, mennyire vagyunk büdösek, tehát fürödni kéne, olvasni és beszélgetni. Minden egyes igény megjelenik akkor, ha csinálsz valamit, szó szerint bármit csinálsz, annak hatása van az igényeidre. Ha egyfolytában öldökölsz, mert géppuska van nálad és sokan jönnek szemből, akkor bizony egy idő után elsírod magad, és a játékot úgy írták meg, hogyha nem veszed komolyan ezeket az igényeket, amik fölmerülnek, akkor meghalsz. Értelemszerűen
annyira elsírhatod magad, hogy meghalsz. Vagy annyira összeszarhatod magad, hogy meghalsz. Lássuk ezt a WC nevezetű dolgot. Hát nem mondanám oda, nem kakijenék bele. Ez egy fürdő. Ezt akartam... Mindegy, nem ezt akartam mutatni az előbb. Nem tudom, hol van a WC. Remélem itt a közelben. Hát ez kurvára nem nyert. Jó. Mindegy, azért lefürdök, megmutatom, hogy... Mondom, lefürdök! Erre meg itt a WC. Na jó. Szóval a baloldali N listából ugye a kakilás és a pisilés ugye megszűnik azért, mert most pisiltem és kakiltam. Tehát kezet kell utána mosnom. A kézmosás az picit lendíti előre a fürdést, de hogyha van fürdő a közelben, ami nem egy hátrányos dolog, akkor az teljesen megsemmisíti a fürdési igényt, tehát nem lesz rá többet szükségünk egy jó hosszú ideig remélhetőleg. Ott egy utastárs, ránk baszta az ajtót, akit le lehetne késelni. És vagy azzal a fegyverrel fölaprítani, ami éppen rendelkezésre áll. Most sajnos csak egy ilyen nagyon unhatékony kard volt nálunk, de minden egyes tárgy, minden egyes valami, ami a fedélzeten van, mint a Half-Life 2-ben, tudjátok. A játékos kezében minden fegyvernek minősül. Még a másiknak a baltája is. Ó, itt egy balta. Van wallet bomb. Könyvek. Értelemszerűen a könyveket azért kell figyelembe venni. Kicsit olyan furcsán mozog, mindegy. Azért kell a könyveket figyelembe venni, mert a könyvolvasás egy igény. Ráadásul a sárga zzz felirat az világít, tehát kicsit be kéne dobni a szunyát. Mint mondtam az előbb, ez csak egy deathmatch mód. Ez egy nagyon megkönnyített, leegyszerűsített, gyengébbek kedvéért ilyen light-os játékmód. Értelemszerűen offline-ban játszom éppen, tehát nem ilyen hivatalos szervereken, mert így be tudom mutatni, hogy mi micsoda. Hogy nagyjából hogy néz ki ez a dolog. Térjünk vissza a főmenübe. Hú, bakker. Na, kész, meg is haltam. Ó, el is rontottam. Mindegy, térjünk vissza a főmenübe. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy ez a háttér minden alkalommal más. Minden alkalommal más hátteret töltenek, hogy ne legyen unalmas. Ez, amit láttok, mondom még egyszer a főmenü. Ez pedig itt a konzol, de ezt ti ugye nem látjátok, tehát ez most nincs. Ez az, amit elindítottam az előbb, ez az arcade mód. Itt ki lehet választani a pályákat. És a pályáknál a jobb oldalon lehet látni azt, hogy... Ez a jelenlegi pálya, az hány játékosra vonatkozik. A hány játékosra vonatkozik, az a pálya nagyságát jelenti, tehát hogy a pálya maga mennyire nagy. Vannak közkedvelt pályák, kevésbé közkedveltek, nagyon-nagyon nehezek is, ugye ez a Crushin, ez egy nagyon-nagyon pici pálya, egyszerű, könnyen megjegyezhető, stb. De nem ez a lényeg a játéknak, mert botok ellen mindenki tud játszani, hanem itt a jobb alsó sarokban, ugye elhúzom a konzolt, hogy lássatok tisztában, itt van egy ikon. Úgy hívják, hogy Steam Powered. A játék Steam-es. Az azt jelenti, hogy fönt a neten rengeteg szerver van. Be tudunk lépni a kedvenceink valamelyikére. Ezt most nem tudom, hogy... hogy mondjam... Nem tudom, mennyi szerver van, mert nagyon sok szerverből ilyen favoritokat, ilyen kedvenceket kijelöltem. Itt látjuk, hogy hunt a játékos... feladata, a vadászat lesz majd a játék játszása folyamán. Ide nem fogok most fölmenni. Hát mondjuk fölmehetnék, mert be tudnám mutatni, hogy ez valóban eredeti. Ez Steam-es játék, nem valami gagyi. Ez a Kyklops pálya. A hosszú betöltési időre elnézést kérek, mert sajnos nem rendelkezem még a megfelelő hardware összetevőkkel. Ez sajnos ilyen sokáig tart. A hunt elején lehet választani, hogy csak utas leszek, vagy vadász. Értelemszerűen nem akarok utas lenni, mert az csak spektátor, tehát csak néző. Abban a pillanatban, hogy hunt játékra adtuk a fejünket, kicsit becsapott a kilincs, egyébként azt hittem az is ajtó. Minden egy a sajtó mögött van valószínűleg egy szekrény. A szekrénynek további előnye, hogy lehet benne fegyver. És minden egyes tárgy, ugye, mint az előbb mondtam, fegyvernek minősül a játékos kezében, tehát... Na még egy golfütő. Haver, ennyi golfütőt? Ásó. Hát ez valamivel jobb, mint a golfütő. Van személyes listánk. Ez az I, mint invertori. Ha betesszük a kezünkbe az ásót, értem, szerűen megjelenik az ásó a kezünkbe,
Hát nem mondanám, nem vagyunk valami szexisek, de a későbbiek folyamán persze majd megjelennek egyéb ruhák is, például ez a másik. Van hozzá kalap is. Ennek nagyon fontos szerepe lesz a későbbiek folyamán, hogy át tudjunk öltözni, ezt majd a később elmesélem. Először is, a jobb oldalt alul van egy ilyen ship logó, a zöld szem alatt. A logó azt mutatja, hogy éppen a következő körre várunk. Amikor hunt van, vadászat, minden egyes vadászat körökből áll. A körökből állás az azt jelenti, hogy amíg a kör tart, addig van időd eltenni láb alól a kiszemeltet. Tehát magát, azt az áldozatot, hogy neked el kéne vasalni, mint a gyűrött nadrágot a vasaló. Amíg ez a várakozás tart, addig be lehet vásárolni. Miért fontos az, hogy mivel ölöd meg a másikat? Igazán egyszerű. A lényeg a lista. Van egy Mr. X nevezetű emberke, aki kitalálja azt, hogy melyik gyilokért mennyi pénz jár. Értelemszerűen van egy top lista, és a top lista tetején mindig változik az, ami a top. Ezt hívják top listának, nem tiszta, egyszerű. A kikuri, a candlestick, ugye ez a gyertya, a tartó, utána kalapács, mindenféle hülyeségek vannak, ami nem minősülne fegyvernek a hétköznapi ember kezében, de hát ugye ez egy játék. A jobb oldalt alul már sárga a csík, ez azt jelenti, hogy fogy az idő. Amíg én nem vagyok vadász és áldozat, addig én nem szerepelek a játékban, mint aktív résztvevő. Ja, a bal oldalt van egy sor, ugye? Van egy ZZZ, ez az alvást jelenti. Ha a shiftet lenyomod, egy gyorsabban futsz, a bal fölül lehet látni a sárga karikát, hogy fogy az energiád, utána már nem tudsz futni. Na de a fáradtságod az tovább nő. Közben vége van a körnek. Az utolsó kört Bunder Blusszal győzte 4460 dollárral a Patriode Pirate, vagy hogy a fenébe hívják. A bal alsó sarokban lehet látni a csetet is, valamit még írogatott. Most már megy a kör. Kettő szinten lejjebb van az áldozatom, azonnal vissza a lépcsőhöz. Akinek nincsen térképészete ismerete, hozzá se kezdjen ez a játékhoz, mert esélytelen. A jobb alsó sarokban egy homályos fej van, hát bizony ez bukta. A jobb alsó sarokban egy homályos fej van, mert nem ugye nem mondott komolyan. Hiába jöttem le. Azért jöttem le hiába, mint az előbb láttuk ugye a térképen. Már rég sokkal följebb van az áldozat. A P gombot lenyomva láthatjuk a jobb oldalt alul egy célkeresztet. A célkereszt mutatja, hogy maga a cél, mint célszemély, ugye, hol tartózkodik a hajón, melyik emeleten, és azon belül a pirossal jelölt középső részen tartózkodik ő. Tehát térképészeti ismeretek, ugye, mint az előbb mondtam. Minden szint hasonlóan néz ki, ugye, de eltérő berendezéssel rendelkeznek, aki megszokta a pályát, annak könnyű dolga van. A jobb alsó sarokban a fekete fej nagyon könnyen át tud váltani a kiválasztott célszemély portréjára, ugye. De ahhoz, hogy lássuk, hogy a kiszemelt célszemély hol tartózkodik, ugye? Az egyfolytában nézni kell a P-t, mint ugye térkép. Túlmentem, nagyon jó. És nagyon fontos dolog még az, hogy ha beszéltünk vele, akkor már látjuk az arcát. Ha visel kalapot, a kalap alapján meg tudjuk ítélni, hogy az kicsoda. Itt jön szóba az átöltözés. Az átöltözésnek hatalmas szerepe van, már is egy szinten lejjebb van áldozatunk. Ez nem bot. A jobb alsó sarokban látjuk, piros karika mutatja, hogy mennyire le vagyunk maradva, nagyon-nagyon kevés időnk van. Húha. Az eldobott fegyvert soha ne vegyük föl. Ő a célunk. Megjelent a jobb alsó sarokban az arca. Ez azt jelenti, hogy ő a célunk. És vége a körnek. Lekéstem. Értelemszerűen a pénztől is elestem. Ugyanannyi pénzem van, mint kezdésnek. Ugyanannyi van készpénzben, a kezemben is, tehát mindenből ugyanaz van. És most megint új személyt kaptam. Az új személy azt jelenti, hogy általában új személyt is kapok, de előfordul az is, hogy ugyanazt kapod. Például duel match esetén biztos lehetsz benne, hogy a másikat kapod. Na, most magamra nyitottam az ajtót. Hát igen. A Source Engine hátrányai, mindegy.
Itt vannak ilyen védőcsónakok, ugye a life safe boat. Tehát mentőcsónak abban az esetben, hogyha mégis meg akarnád dögleni, akkor süllyedne a hajó vagy ilyesmi. Ezt el lehet engedni. Tehát mutatom, leengedem a másikat, leesik a hajó. Hogyha alatta van a delikvens, mert éppen szalad előlem, akkor bukta van. Na nézzük, egy pár szinten lejjebb kéne közben rohannom, és nincs a közelben egy lépcső, igaz? Hát nem, mert pont itt a lépcső. Úgyhogy megyünk lefelé egy jó pár szintet, és megpróbáljuk elkapni a szerencsétlen idiótát. Ugye mindenki, akinek három kérdőjel a neve, az a lalap, hogy beszélgetni kéne. Most teljesen a másik oldalra át kéne rongyolni. Ez a hajónak a teljes szélessége, amit most itt átrohanjuk. És bemenekült egy szobába. Ha szerencsénk van, akkor alszik. És ha alszik, akkor nagyon össze lehet verni. Ennyi. Az emberkét lenyomtuk, értelemszerűen minden, ami nála van, hadi térítési költségként jelentkezik a mi számlánkon. A jobb alsó sarokban van egy X arc, ugye ez egy maszk-szerű ilyen fos akar lenni. Soha ne maradjunk egyedül kamera nélküli vagy felügyelet nélküli területen, amikor győztünk. Na mindegy. Az őr figyel ránk, vannak árgus szemek is, és az idő lejárt. Ez a Simon emberke, a delpózó, ő lett volna, aki megölt volna engem. Ő ruhant be utánam a szobába. De ilyenkor már mindegy. Ilyenkor már régen mindegy. Mindenki újat kap. És ugye az alsó sarokban lehet látni, hogy 332 dollárral, egy ásóval lenyomtam emberünket. Ez nagyon vicces tud lenni, amikor valódi emberek ellen játszunk, hogy ki a valódi ember. Nagyon egyszerű. Ha lenyomjuk a tabot, akkor láthatjuk, hogy kinek mennyi pingje van. A ping jelenti azt, hogy most bot, vagy játékos. A bal oldalt a nevek nem jelentenek semmit, mert ebben a játékban nagyon sűrűn a shipmate szóval szoktak feljönni az emberek játszani. A ping sorba lehet látni, hogy ki az, aki... Ez igen vicces volt. Sajnos én vagyok a kiszemelt áldozata. Szóval... A ping sorba lehet látni, hogy... Ez egy titkos ajtó, lol. Nem is láttam. És bejöttem a Káma Sutra könyvekért, meg a Drakuláért. Bassz meg, ezt nem hiszem el. Na mindegy, én nem tudtam, hogy itt van titkos ajtó. Nem mondhatnám, hogy rohadtul örülök neki. Na mindegy, szóval a játék nagyjából ennyi lenne. Teamspeak-kel, illetve a többi dologban... Igen, meghaltam. Abban a pillanatban, hogyha valaki úgy öl le, hogy annak nincsen oka, megy a börtönbe. Ha nem megy a börtönbe, mert éppen nem látta senki, akkor meg hatalmas pénzlevonást intéz neki a Mr. X, vagy Dr. X, ez most mindegy. Az a Dr. X, aki ezt az egész randalírozós... De be van törve az üveg. Aki ezt az egész randalírozós bulit meg szervezte. Na jó. Nézzünk másik stukkert. Itt az ásom. Avval a fegyverrel, amivel öltek, annak hatalmas árzuhanása a... Tehát jutalma, ugye, mint olyan. A fegyvert le is tudjuk tenni, és el is tudjuk dobni. Na. Nagyjából ennyi lenne a shipnek a bemutatása, csak több emberke kellene hozzá, hogy szépen bemutassuk, mert ilyen botok, meg kicsit ilyen noob emberek ellen azért ez nem akkora kihívás, hogy őszinte legyek. Igazán a barátok ellen nagy poén, amikor egy pici pályán nagyon sok bottal, hát beszorulás van, és a beszorulásból adódóan senki nem tudja megölni az adott célt. Mondom még egyszer, minden pályának van egyéni stílusa, egyéni rejtett cuccai, és hát a Gold Source motornak, engine-nek, ugye köszönhetően. Fölmegyek a tetőre, megpróbálom megmutatni, hogy milyen tud lenni a játék szépségében. A játékot természetesen nem egy Pentium 3-as géppel vettem föl, hanem egy... P4-es géppel, egy Atirédon kártyával. És hát, hogy mondjam, nem csúnya a játék, mint olyan. Most itt a sima vízen nem tudom mennyire lehet látni, de a víz mint olyan domborodik. Itt a monitoron persze nagyon szépen látni, de nem tudom, ezt ti nálatok mennyire, hogy mondják ezt szépen, szóval jön le. Mennyire lehet látni szépen a dolgot. Hát nem tűnik csúnyának. Azok az Ennyi. Ez a srác volt a vadászom. Én először azt hittem, hogy hidegvérrel akar megölni, de nem. Ilyenkor, amikor engem levadáztak, én már nem...
már megint itt a törött tükör. Én már nem kapok új célt. Ugye látjuk a felületi csillogást, csak nem tudom, hogy tükröződik vissza az asztal. Amikor itt nincs asztal. Ezt mondjuk nem igazán sikerült megértenem. Ott egy asztal, nem? Na mindegy, szóval egészen szép kis játék, hogy őszinte legyek a Gold Source-nak köszönhetően. És persze, most kicsit kilépek, mert nem akarom én elbaszni a napjukat. Az Engine Room-ba, mint olyan, a videóbeállításoknál persze nagyon-nagyon pici felbontást is be lehet állítani azoknak a srácoknak, akik nem rendelkeznek kicsit normálisabb hardware-re. Szóval ennyi volt a SIP bemutató, remélem mindenkinek tetszett, nekem az egyik kedvencem, igazán nyerő azért, mert picit hasonlít a szerencsejátékhoz azért, mert aki a jobb fegyvert találja meg, az hatalmas szerencsével válik a... Hogy mondjam? A jobb fegyver több pontot, több pénzt eredményez, és ezért könnyebben tudja megnyerni a versenyt. A jobb fegyver azonban nem garantálja azonban, hogy győz. Na, mindenkinek további szép napot, és örülök, hogy az én videómat nézitek. Aztán remélem találkozunk a Steamen, és jó pofán tudlak csapni egy serpenyővel, bazeg, mert az a király. Elosztok!